Mai adásomban 45 percben összefoglaltam a Bicskét Tornaklub U17 és az U19 szabadú csapatainak a 2020 őszén felvett mérkőzéseit. Összeállításom első rész felvételét a Bicske U17 sorosá U17 1-5-ös találkozó adja, amelyet a másik fordulóban játszottak a csapatok 2020-9-5-én. Ennyi bevezető után nagy szeretettel és tisztettel köszöntöm a kedves nézőket, és akkor nézzük a mérkőzések részleteit. Jobbról balra támad a Soroksár csapata, akiknek egész jól mérlegük az őszi, hiszen 12 meccsen vannak túl, 9-2-1-es a mutatójuk. Itt 7-es számmal Bálint Nándor vendégek támadó befelé cselez, majd 19 méter lő, csapatunk hálőre Simon remekül véd, és jobb alsó sorból nyomja ki a labdát. Íme még egyszer lehet látni Simon remek védését. Baloldali szöglet után Huszár Bálint fejelte kapufa mellé a labdát. Íme lehet látni még egyszer, hogy bizony centikkel ment el a labda. Egy újabb lövés 22 méterről, de azt is véd Simon. Remek időben, mint egy 28 fokos melegben játszottak a csapatok a Bicske műfőn, és ennél az a jobb oldali vendégtámadás végén az ezért a szabálytalan szerelését játékvezető büntetőt ítélt Soroksár csapata javára. A megítélt büntetőt Fica Barnabás vágta a kapu jobb oldalába. Simon Lajos, a hazai kapusa rajta volt, de védeni nem tudta ezt az erős lövést. Fica pedig fogadja a gratulációkat, itt van még egyszer ismétlésben a gól. Rajta volt ugyan Simon Lajos kapusunk, de már védeni nem tudta Fica lövését. A következő támadást is a vendégek végzik, itt bal oldalon visszakapott labdát, Bálint rúghatta a kapura, de Simon ezt a lövést is védte. Lehet látni ismétlésben, Bálint jól teszi be a labdát, jól kapja vissza, és ő fejezi be a támadást, de ott van Simon, a Bicske kapuvédő, aki véd, és egy újabb beadás, amelyet újból kitenyerelt Simon Lajos, itt pedig újból jön Bálint, beteszi a labdát, Simon véd, a szokásos jelenet, itt pedig egy távoli lövés, ívelésbe kapura, amelyet lehúz Simon könnyedén, hiszen ez neki csemeg ez a labda, a játékos nem tudta, hogy most beadja, vagy kapurévelje, jön a szöglet, ezt is kitenyereli, igaz, másodszorra sikerül neki. Vázsony előre rúgott labdájára csap le, nyúl Levente, a mögötte futó Vörös Dominik szabálytalankodik vele szemben, ezért a megmozdulásét Kerkuska Miklós játékvezető nagyon határozottan mutatta, hogy a 16-os vonaláról jár egy szabadrugása a Bicskei csapat javára, és itt az óriási lehetőség. A szabadrugás Nagy Martin a Bicskei bombázója a kapu jobb oldalába lőtt, és ezzel a találatot kiegyenlítette a hazai csapat egy gólos hátrányát. Íme, nagyszerű volt ez a lövés. A négytagú sorfa felett lövése utat talált a Soroksárja kapujába. Megnézhetjük még egyszer ezt a jelenetet, mindez a 35. percben történt. Szerintem itt vége is lehet a mérkőzésnek. Huszák a legszerint 16-osban belül Bálint Nándort, aki egy kicsit reklamál a játékvezetőnél, aki azonban hajthatatlan, hiszen mint látható ismétésben Huszák lába először tisztán a labdát talált el. Íme még egyszer, és akkor felszabadítottunk. Ennyi volt a Soroksár elleni mérkőzés első félidejének a rövid összefoglalója. Kilátogató nézők öltözete és árukodik arról, hogy bizony ezen a szép szeptemberi napon jó idő volt. A két játékvezető, Kerkuska és Bogdán volt látható. Itt pedig a Bicskei Cserep, a dupa edzője Pásztor József tart egy kis taktikai értekezletet a szünetben. És akkor a másik félidő eseménye, első nagy eseménye, Fica Barnabás beindul, kapja is a labdát, bal lábára cselez, majd lő, Simon pedig véd. Fica jól indult be, ennél az akciónál íme lehet látni még egyszer. Remek ütemű passzot kapott, és már gólhelyzet. Ballal meg is suhintja egy nagy védés Simon részéről. Baloldali szöglet után Simon egy kicsit aláfutott a beévelt labdának, de szerencsére nem lett semmi baj, hiszen nem volt veszélyben Bicskei kapu. Pécsongor lövése az egyik Bicske védő szögletre pattant, a beívelés után Jónás Márk, aki szünetben állt be vörös helyére, egy jó csel után megszerzi a vendég Soroksárjak második találatát. Íme, itt van még egyszer a jelenet, jó a csel és pontos a helyezés, és ott van a Soroksárjak második talált, ennyi volt tehát a Bicske Soroksár meccs. A második félidő hátrálévő idejében még Jónás kétszer, Puskás már góljaival alakult ki az 5-1-es soroksári siker itt a Bicske sporttelepen. A Biatorbágy elleni három játékvezető, Ring Kevin, balkezéni Rózs Ádám, jobbkezéni pedig Varga Patrik látható. És akkor következzen a 5. fordulóban lejátszott Bicske Viaduk Biatorbágy 3-5-re végződött mérkőzés felvett legszebb jelenetei, amelyet 2020. 9. hó 26-án játszottak a csapatok itt baloldal kékben, a bicskelyek üdvözlik a nézőket, azt a pár nézőt, akik kín voltak akkor a pályán. A két csapat bevonulása, majd térfélválasztása után
császár és Vázsiny térfélválasztás után már itt van az első gól a hetedik percben, hiszen előnyhöz jutnak a vendégek. Ullmann Gergely egy baloldali szöglet után fejjel talált csapatunk hálójába. Ezzel 0-1, éme lehet látni még egyszer, Vázsiny fölfejjelabdát tovább, és érkezik Ullmann, aki biztosan fejelte be a lasztit a Bicskei kapujába. Szabó Benyamin fejelte tovább a labdát, amelyre jókor érkezett Ullmann. A következő vendégtámadás egy jó indítás ki, jobbra a 16-os oldalon, amely Ullmann jól ad be középre, és az érkező Szabó Benyamin leváló Vázsiny szorításából megszerzi a soroksának második találatát. Íme még egyszer ez a jelenet, él egy kicsit lassabb felvétellel, jól jön be labda, Vázsiny mellett lépés előnybe került a soroksáriak játékosa, és megvan a második gól. Simon sem tudott már mit tenni a lendületbe érkező támadó ellen, itt pedig Szabó Benyamin kellemetlen pattogós lövését kellett Simonnak védenie, amelyből végig szöglet következett. Schuster szigeti agregátás után Julevente jól vett át a labdát, de szorongatott helyzetben a Bicskei támadó mellé lőtt. Lehetett látni ismétlésben is. Egy jobboldali 25 méteres szabadrugásból Császár Zoltán talált be Simon kapujába, és ezzel már 0-3. Hát bizony a 24. percben jött a második gól, íme még egyszer. Hát ezt sem tudta védeni Simon, és akkor másik oldalon műtöttünk szabadrugáshoz. Nagy Martin ívelte be a labdát vendég 16-os területére, Császár felfejelte a labdát a magasban, majd Marosi Bence kapus nem találja a labdát, ezáltal Jurkevics Dániel akadálytalanul tudott gólt szerezni. Nézzük is még egyszer, hogy olyan volt ez a jelenet. A vendégek kapuvédője Marosi csak keresi a labdát, nem tudja hol van, annál jobban Jurkevics, aki közelről bebombázta a lasztit. És akkor Nagy Martin 25 méterre lő, a kapus pedig véd. A kitörő Bicskei támadó Nyúleventét ollóba fogja Ullmann és Horváth, így a megítélt szabadulás. Újból Nagy Martin lőhet a kapura, de ez könnyű zsákmánya volt Marosinak. Íme, még egyszer a jelenet. És akkor Szabó Benyamin remek kapott labdával léphetett ki, de lövését biztosan védte Simon. A kipattanóra pedig nincs érkező, nagyon szép védés, de nem volt érkező a biajak részéről, így Jurkevics felszabadíthatott. Pont jó Nyúlnak, Nyúllevi megiramodik, és nagyon ügyesen az elfekvő kapus mellett berúgja szépítő gólunkat. Ellenfél szöglete után Jurkevics rúgta át hosszan az ellenfél területére a labdát, ahol a nagy kedve játszó Nyúl lefutott a védőt és szépített. Ezzel 2-3, íme még egyszer jelenet, Jurkevics jó hosszan rúgja előre, lépés erőnybe kerül Nyúlevente, hiszen a védő már nem ér utol. Nyúllevi nagyon rutinosan fedezi a labdát, és az eldőlő kapus fölött mellett bevágja. Péntek előkészít Császár Zolánnak, aki egyet igazít a labdán, kapura lő 24 méterű Simon pedig bravúrosan félje tornázta a labdát. Ez nagy lövés, és egy szép védést láthatunk a Bicskei kapu védőtől. Szabó Benyamin vezeti fel az újabb vendégtámadást, jól kapja vissza, majd 16-oson Simon kapufára tornázza a labdáját, majd érkezik Huszák Alek szorításából Szeged Ádám, és számunkra a legrosszabb, hogy első fődő vége előtt egy percen megszerzi az újabb biai gót 2-4. Nagyon jól a visszakapott labda, jó a lövés, szép a védés és jó a befejezés, de Simon sajnos másodszor már nem tudott védeni. Igen, sajnos kapufára tornázza, és érkezik Szegedi Ádám, és számunkra a legrosszabb, az első félidő vége előtt egy percen megszerzi az újabb biai gólt 2-4. Nagyon jó a visszakapott labda, jó a lövés, szép a védés, jó a befejezés, de Simon sajnos másodszor már nem tudott védeni. És akkor itt a vége, Bicske Bia 3-5, hazai csapat része Jurkevics, Nyúl és Nagy Martin volt eredményes, míg a vendégcsapatból Császár 2, Szabó Ullmann és Szegedi Ádám volt eredményes. És akkor jön a következő mérkőzés. Bajnokság 10. fordulójában, október 31-én Csákvárra látogattunk a tabella 9. helyzetjéhez, mi pedig ekkor 14. helyen álltunk a tabellán. 3 ponttal, 3 fő játékvezető, Kerkuska Miklós és 2 asszisztense, Petrovszki Barna Pál és Sági Dávid vezetik ezt a mérkőzést. Szeles hideg időben 12 fős kerettel vagyunk jelen, hol a hazai csapat eddig 9 mérkőzésből 4 győzelme büszkékedhet, miénk pedig 3 döntetlen és győzelem nélkül állnak. Itt a középkezdés előtt csapat 2 kapitánya térfet választ, Vázsiny Levente a Bicskek, Daróczi Balázs pedig a Csákvár kapitányaként. A vendégcsapat szakvezetője Pásztor József izgatottan várta a kezdési jelző sípszót és bizakodással a mérkőzést. Csapatunk kezdte a mérkőzést, de mindjárt az első említésre méltó támadást a hazaiak vezették, Daróczi Balázs lövése nem sokkal szállt mellé.
Jobb oldalon Dénes család húz el, beadását Zelizi belövi a védőnkbe, majd Daróczi ismételhetett, a lövéssel azonban Jócskán fölé szállt. Cseres szabadugás után Dénes áttépi a labdát, Király pedig nagyon fölé vágta 17 méterről. Nagy Martin szabadugásáról maradt le egy gondolattal Bicskek támadója, Nyúl Levi. Másik oldalon Király szabadugását hagyta Simon. A másik oldalon egy beévelés előtt Nyúl Leventét lökik, majd jön egy kis csetepatei, miután Király utána rugott Nyúlnak, lassítás után nagyon jól lehet látni a szabálytalanságot. Ennek ellenére Kerkuska a játékvezető Nyúl István a Bicskek játékosát figyelmeztette. Jobb oldalról Kuruc Kuci Zalán ívelébe középre labdát, de Zelizi Rond fejese nem okozott különösebb gondot Simon Lajosnak. Egy jobb oldali szabadrugás után Földes Martin rugja ki éppen Király elé, ki elhúz Marcs Bence mellett, de még az alapon előtt jól ad be, és az érkező Szőlősi Ferenc jól megy fel, és fejeli be hazek vezető gólját. Jó a beadás, és Tóth Dániel mellett Szőlősi nagyon határozott mozdulattal szerzi meg a hazaiak vezető találatát. És akkor nézzük meg még egyszer ezt a beadást, illetve ezt a gólt. Jól száll a labda, jól megy föl Szőlősi, és ott van a kapunkban az első gól. Jurkevic ellen szabálytalankodnak a hazivédők. Nagy Martin szabadugását az erős szél segítségével rövid sarok mellé csavarja. Bedobásunk után Nyullal szemben Nemes Simon Bálint szabálytalankodott. A háromtagú sorfal előtt Nagy Martin ezúttal fölé lőtt. Jurkevic távi lövését az ellenfél kapusa magabiztosan védte. Jobb oldalon Nyúl megy el, és szorongatott helyzetben visszateszi a labdát Tóthnak, akinek lövése gyatrára sikerült. Bal oldalról ívelt labda tovább kerül a másik oldal Tóth Danihoz, aki visszasarkoz a labdát Marcs Bence elé, aki ebből a támadás befejezésből kihozta maximumot, szögletet harcolt ki. Glückboton beadását a kapus kitenyeri, Jurkevic elé, akinek a lövését blokkolja, majd tovább pattan a labdát Tóth Dani vágja mellé. Lázár Dezső lövését könnyedén védte Simon Lajos. Simon biztatja Pásztor József edző, hogy gyorsan hozza játékba az előtartózkodó Nyúl Levente irányába, rúgja ki a labdát. Simon hosszú kiragása Szőlősi a magasba fejli, majd Nemes Simon nagyot hibáz, így a megszerzett labdával Nyúl törve a 15-ösön belőle, aki két védővel a nyakán a jobb felső sarokba lő 1-1. Nagyon szép egyéni alakítás volt, nagyszerű egyéni alakítást láthatunk csatárunktól, aki szorongatott helyzetben is két védő és a hazai kapus Gyüriében nagyon szép gólt szerzett a Bicskelyeknek, és ezzel 1-1 az eredmény állása. Jobb oldali beadás után Király keresztbe elővi labdát a Bicskely kapu előtt. Az újabb hazai támadás Daróczi Balázs vezeti fel a labdát, majd lövése kipattan az érkező Szőlősi elé, akinek lövését kitolja Simon, és az érkező Király elé, aki azonban már lesről jött vissza. Szigeti passzával Nyúl iramondott meg, de ütközött Szőlősivel, így oda lett a további lehetőség. Kiszöglet után Nemes Simon fejel mellé, majd túloldalon Jurkevicet előzi meg a védő. Daróczi Dénes, majd Újbó Daróczi az, akinek a beadását kifejelték a bicskei védők. Jó a beadás és jó a mentés. Nagy Martin előzi meg Dénest, akinek lövését védi Simon, a kapufa segítségével majd Újbó Dénes lőhetett kapu középről. Huszák Alex és Simon közös erővel szögletre szereltek. Nagyon jó a lövés, szép a védés, kipattan a labda, védőink szerelnek, de még ott van a hazaiak támadói előtt. Nagy lövés és szép védéssel befejezve. Jó labda Lázárnak, Cselesz befelé, középen majd balla lő, de ezt a lövést is védi Simon. Nagy Martin szabadrugása jött Szigeti Gyulához, de haza a kapusa biztosan véd. Nem volt igaziból nagy helyzet. Daróczi és Pintér versenyfutásából a hazaiak játékosa még be tudja adni a labdát, de Simon ezúttal is véd. Simon hosszú kirúgás után 15-ös előtt Nyúl és Szőlősi összecsap, a labda pedig Zámbó Martinhoz került, aki Nyúl megmozdulását sérelmezve meglöki Nyúl Leventét, majd jön Király, és aki szintén ad egyet Nyúlnak, ezért a kis jelentét a hazai kapusát és a sértett játékosunkat Nyúl Leventét is egy-egy sárgapus figyelmeztetéssel díjazta a játékvezető. Megjegyzem, hogy ennél az esetnél Király is megérdemelt volna egy piros színű lapot.
A mostani jelenetnél véget ért a filmezésem, mert egy súlyos sérüléshez kellett hívnom a mentőket, és megvárni azt a 45 percet, mire ideértek a sérülés helyszínére a mentők. Történt ugyanis, hogy a felező vonalnál az oldalra kiguruló labdát játékosunk Tóth Dániel fedezte, és a lendületből hátulról érkező Wisniewski Máké kilőtte játékosunkat oldalon túlról a vaskorlátnak. Tóth a vaskorlátról lecsapódott a betonra, és arccsonttörést szenvedett. Megjegyzem, a szabálytalankodó játékosnak sárga lapú csak a jutalma, mert ennél az esetnél a legsúlyosabb ítéletet kellett volna meghozni a játékvezetőnek. És akkor itt a vége. Csákvár Vicske 3-1 gólokat, Daróczi Balázs 2-t, Szőlési Ferenc 1-et és Gyul Levente szerzett 1-et részünk. És akkor jön a 13. forduló mérkőzése, Vicske Gárdony U17 1-2-re végződött mérkőzés összefoglaló, 2020 11-21-én játszottak csapatok. Itt a mérkőzése jött a Vicskeiek. Majd a játékvezetőkről is készül egy-egy fotófelvétel. Bevonulásnál balról zöld felsőbe a Bicske csapat, jobbról kék felsőbe Gárdony együttese látható, akiknek mérlege 11-ből 11 vereség, 0 ponttal, de mi is nyeretlenek vagyunk, 3 döntetlen mellett. Nagy kérdés számunkra az, hogy megszületik-e ezen a mérkőzésen az első Bicske győzelem, vagy éppen a vendég szerzi meg az első győzelmüket. Területet választ a két csapatkapitány, hazakészülő Vázsiny Levente, a vendégeknél Sajben Tamás. A Gárdony ellen 13. forduló Bicskei műfőn játszottak a csapatok 2021-21-én. A szokásos mérkőzés előtti csatakiáltást látjuk a Bicskeknél. Bicskei kezdték a játékot, és mindjárt egy jobboldali szabadugáshoz jutunk, amit Nagy Martin íve be, de csatárinkat megelőzi a Gárdony kapusa, és kiölközi a labdát Glückboton elől. Szeyer Martin indít a felező vonaltól, Szalóki Dominik kiugrik a védők közül, de hosszan szöktette magát, és így Simon Lajos ölelhette magához a labdát. Nagyon bátran jött ki kapujából Simon Lajos. Nagy Martins, szabadugással nincs Bicske érkező, sajnos lehet látni még egyszer, hogy lemaradnak csatáraink, jó pedig oda a betét labda, de ez csak az ellenfél kapusának jó. Egy szép háromszögezés után Jurkiewiczhez kerül a labda, és jó 30-ról úgy dönt, hogy kapura lövi, de hát gyengére se került ez a lövés. Galla Alexander megy el Huszák Alex mellett, játékosunk egy rossz ütömű szerelése miatt a játékvezető 11-est ítélt a vendégcsapat javára. Rosszul helyezkedett Alex, hiszen nem jól fedezte a labdát, labdaútját, így tudott elébe kerülni Galla, aki nagyon ügyesen esett ott, ahol kellett, és harcolt ki büntetőt a vendégcsapat javára. És a megítélt büntetőt Szalóki Dominik kapu közepébe vágta íme még egyszer. Hát igen. Nem volt szerencséje kapusunknak, Simonnak, mert bizony ez védhető, 11-es volt. Nagy Martin szabadugrás után Pintér Bálint magasba fejje le a labdát, Vindics János elő, a vendégkapus határozottan ötlözte ki a labdát. Milis Mihály passza jó, majd jön Szalóki, aki keresztbe vezeti a labdát, majd Gyugboti mellett elhúz, és kilövi a hosszú sarkot. Ezzel a találattal már 2 gólos a vendégek előnye. Szalóki Nagy Martin orra előtt vezeti el keresztbelasztit, és túljutva a Glückbotondon is szerzi meg a Gárdonyak második találatát. És itt a befejezés, oda hosszúba. Jurkiewicz verekszi magát túl a védőkön, majd lövése jócskán elkerülte a vendége kapuját. Vindics a 16-osról egy ollózott mozdulattal próbál gólt szerezni. A túloldalon újból Szalóki húz el, de ezúttal a Bicskeiek túlereje győz. Igen. Tóth Dani indította Pintér Bálintot, aki egyből lőtt, de ez a lövés elég gyengicskére sikerült. Elérkezett a szünet, ahol Rózsa József dekázik egy kicsit, Bicskeiek, majd Gárdonyi kiscsoportkő foglalkozását is látjuk itt a szünetben. A másik fél időt a vendég Gárdonyiak kezdték, túloldalon Jurkiewiczet szerelik, és jön a kontra Szalóki részéről, de 16-osnál Vázsonyi szép szerelés mutatott be. Éme, nagyon kellett, jókor szerelt Vázsonyi, és egy szép szerelést láthattunk a Bicske játékostól. Pintér Bálint szabadrugása nagyon fölé szállt. Alapon arról Jurkiewicz beadása túl mély minden Bicske játékosnak. Nagy Martin szabadrugása után Jurkiewicz fordulatból eladott lövését kézzel blokkolja a Gárdonyi védők, ezért Rózsa játékvezető habozás nélkül mutatott a 11-es ponttal. Jön Nagy Martin,
aki lövésével szétforgácsolja a felső kapufát, a visszapattanónál pedig már kétszeri érintés miatt jár a szabadrugás kifelé. Igen, másodszor is ugyanúgy érdemes. Pintérbány négy védő között, majd Galán is tűltve lő, de a vendég kapus véd. Jurkevics, Pintér majd a beadás Farkas Péter előtt elsuhant, majd Huszák Alex lövését védi a kapus. És itt egy ütközet után földön maradt egy vendégjátékos, de szerencsére semmi baja. Nagy Martin beívelését Jurkevics fejé kapura, de fejese centiméterekkel kerüli el a jobb alsó sarkot. Hát igen. A másik oldalon Molnár Dániel fut elföldes mellett, bead a védőkről kipattan labdát, Gajzer Máté 12-ese lövi rá, de lövése keresztbe elszállt. Huszák és Szalóki összecsapásából a Bicske játékos került ki győztesen. Nagy Martin szabad rugása, öttagú sor mellett, fölött jól tekerte, de ez a labda csemege volt németnek, német kapusnak. Balokuba a Pintér Glück beadására Vázsonyi érkezik, de nem tud a labdába érni, viszont Farkas Péter lövése kipattan az egyik védőről, és Sajben Tamás az, aki felszabadít. Glück Boti balla jól teszi be, a kapus kitenyereli, és Vázsonyi nem éri el, jön Farkas, aki rosszul talált el a labdát, és így a vendégek fel tudtak szabadítani. A másik oldalon Molnár Dani megy el Farkas Péter mellett, de beadása kicsit hosszú, mégis Mihálynak végül is, Tóth Dániel szögletre szerelt. Közvetlen előttünk Molnár fut el Farkas Péter és Dódani között, Nagy Martin sem tud szerelni, sőt, a 16-os sárkán egy újabb csel Farkas mellett alapon előtt bead, Milis előtt azonban elsuhant a labda, Tóth pedig szerelt szögletre, és az alapon túlról rúgták már vissza a vendégek. Földes Martintól indul a Bicskei támadás, Tóth, Vázsonyi, majd újból Tóth, aki hagyja a jobb szélen felfutó Huszárnak a labdát, aki nagyon szépen ad be, és az érkező Pintér Bálint egy szép fejessel veszi be a Gárdonyak kapuját. Éme, 1-2. Két védő között Mésző és Dávid és Sabján Tamás között fejelt gólt Bálint. Mésző Dávid és Sajben Tamás között fejelt gólt Bálint. Az újabb Bicskei támadás végén Glück jól fordul be, de végül is szerelni tudnak a védők. Glück baloldali szögletét a védők kivágták, majd Pintér rosszul találja el a labdát. Itt a vége, sajnos csapatunk nem tudta megszerezni első győzelmét, de a vendégeknek megvan az első és pont ellenünk. A szakvezetők egymásnak gratulálnak, és kívánnak egymásnak további sikereket, Pásztor pedig újból megdicsérheti játékosait, akik remekül küzdöttek ezen a találkozón is volt bőven, értékelhető ellen mozdulat, cselekvés, amikből nagyon sokat lehet majd tanulni. Előbb a Bicskei csapat, majd a győztes Gárdonyi csapat csatakiáltását látjuk, és a győztes csapat fénykép készítése sem maradhat el. Mi pedig innen gratulálunk a veszteseknek és a győzteseknek a sportszerű játékhoz. Most pedig csak tényleg röviden a három rugott gól ismétlése. 22. percben Szalóki 11-ese, 32. percben Szalóki újabb gólja, és jön a Bicskeiek szépítő találata. Előbb a vendéggól, ezzel már 2-0, és hamarosan jön a mi gólunk is, de ez még a Gárdonyak második találata, amit nyomon tudunk követni. Kilőtte a hosszút a játékos, és akkor jön a Bicskek támadása, Vázsonyi, Huszák, Pintér fejesbe elért gólja, állította be a végeredmény a 91. percben. Nagyon szép támadás futott a pályán, és egy szép fejessel fejezte be ezt a támadást Pintér, és így Bicskek Gárdony 1-2. Következzen a másik fordulóból a Bicske Soroksár U19-es mérkőzés, amelyet 2020.09.05-én játszottak a csapatok itt a Bicske sporttelepen. Már is egy nagy helyzet, amikor kiugró Balogh Dávid a kifutó bicskei kapus felett kiemeli labdát a játékterén kívülre. Újból soroksárják támadását látjuk, kikerül a labda ide balra, József Dánielhez, majd lövés Keszőce és Weber között, és itt van felvételünk első gólya, amely a soroksári
ötödik találatát jegyzi a mérkőzés 17. percében. Éme lehet látni, még egyszer egy remekül helyezett lövés. És itt van az újabb vendégtámadás, jobbról érkezik a barátság, egy pattanás után Horváth Daninak a fejese derék magasságba mellézett. Újból jobbról jön a beadás, de Horváth ollózott lövése kijön Farkas Péterről, majd másodszor is ölő kipattan, de érkezik József Dani, aki megoldja ezt a támadás befejezést. Nincs les, Ladányi Gergő ugrik ki, de lövését védi Sankó Dávid. Nem volt les Keszőce beragadása miatt, Farkas pedig díszkíséretet adott a támadónak. Sankó jól zárta a szöget, a játékos sem talált el igaziból. 22. percben újabb vendég akció, József Dani jól ad be, és egy szép jobblábas belső paszból megvan a Soroksár 6. találata. Balogh Dávid Ferenc révén Keszőce mellett született Balogh gólja. 26. percben újabb vendégtámadása jobb szélen, Horváth fut el, Márton Imre nem éri utol, Keszőce nem lép ki, így gondtalan a beadás, amelynek a végén Balázs Benedek megszerző soroksári csapat 7. találatát. A nagy melegre való tekintettel elérkezett az első ivószünet, az első félidőben rúgtak 16-ot, a másodikban még megtoldották 12-vel a vendégek, így jött össze 28 kapott gól. Ivószünet a nagy melegre való tekintettel, hiszen nagyon meleg volt még ebben a szeptember 5-i napon. Itt a Bicskei Műfőn az idő. Ivószünet, minden ott folytatott, ahol félbeszakadt a mérkőzés. Ezúttal Ladányi Gergő kerül zicserbe, de lövését véd Sankó. Kipattanó pedig Pintér Erik vágja ki, szabadít föl. Ladányi 100%-os helyzetet hagyott ki. Újabb támadás József Dani jóvoltából, Balogh Dávid a kapufát találja el, majd jön Horváth Dominik újabb kapufája, de ezt megúsztuk kapott gól nélkül. Ladányi passzol József Dánielnek, aki visszafordul és végez egy teljes körfordulatot. Körfordulatot majd 19-ül kapura lő, amelyből gól született, és így már 0-8 jön visszafele. Egy trükkös cselt is bemutat a góllövő, és íme a nagy gól, amely védhetetlenül vágódott a Bicskei kapujába. Kiszöglet után vendégjátékos túljut Németh Leventén, aki vonalban beadja a labdát, de a berobbanó két támadó is lemarad a labdáról. Egy jó indítás után Gergely Norbert előszedi fel a labdát Sankó. Az újabb adást ezúttal Gergely fejjel mellé. A kamerás éppen távozóban volt, de még felvette az újabb gót, amelyet Ladányi Gergő lőtt be 39. percben, ezzel 0-9. Márton és Pintér is lemaradt ennél a vendégtámadásnál. Leleszi Márk mellett József Dániel fordult be, jó a passza Balogh Dávidnak, de ő nem tudja kihasználni a nagy lehetőséget, mert Simon véd. Itt pedig már József lesen volt. 36. perc eseményéről lemaradtam, de bátran jelenthetem, hogy Ladányi Gergő olozott lövéséből elért gól volt a nap gólja. Ennyi volt erről a mérkőzés leadott összefoglalunk. A végeredmény Bicske Soroksár 0-28, góllövők József Dániel 6, Ladányi Gergő 5, Márfi Dávid 4, Geiger Norbert 3, Balogh Dávid 3, Horváth Dominik 2, és egy-egy gólt szerzett még Béres Levente, Strokmajer Tamás, Majer Viktor, Balázs Benedek és Mándoki Máté. És akkor itt vagyunk a 13. forduló mérkőzésén, Bicske Gádony U19-es találkozó 2020-12-12-én az ősz utolsó meccse. A két csapatkapitány Keszőce Károly és Porvásnyik Máté a Gárdony kapitánya, Cserand játékvezető Szabó Anta és Körnel Viktor játék asszisztensek. Az első kapura ívelés vendégek végezték el, majd a túloldalon Nagy Martin 38 méterről íveli be a labdát, Nyúl Evente fejére, aki bólintani akart, pedig csak egy kicsit kellett volna megcsúsztatni a labdát, de ő ezt nem így tette, és oda lett a gólszerzési lehetősége. Nagyon jól ugrik ki Nyúl Levi, de 16-osról sajnos nem jól talált el a labdát. A vendég Gárdonyok ilyak műveletei következnek, egymás után kettőt is, de a másiknál már megvan a mérkőzés első Gárdonyi gólja, Balogh Balázs révén 0-1, íme bevágja kegyetlenül Balázs, remek a visszatett labda, és Balázs mintegy 13 méterről, nagyon nagy gólt ő oda a jobb alsó sarokba. Következő támadásnál Stoics
feje mellé, Horváth Bence tárja szét a karját, hogy mi van srácok, őt senki sem kísérte. Molnár Tamás indította lesen tartózkodó, Sztojics Gergely, de más hípott a játékvezető, így a gól érvénytelen. A lassításból lehetett megállapítani, hogy tényleg lesen volt a vendégjátékos. Nagy Martin baloldalra mintegy 35 méterű íveli be a labdát, de ez túl lassú minden Bicske játékosnak, így német Ciát kapusa lehette magához a labdát. Éve még egyszer a szabadrugás és a védés. Már csak 3 perc van hátra, és még mindig 1-0 a vendégek javára. Molnár Balázshoz kerül, aki lágyon belőbbeli Horváth Bence mögé, Bence kifritruk, és ezzel becsap a kapusunkat Simont, ezáltal a befutó Sztojics Gergely 42. percben megszerzi a vendégek második gólját. 0-2 ezzel a találattal. Itt egy nagyon szép labdakezelést láttunk Molnár Balástól. Nagyon jó, a védelem mögé betett labda, Horváth rosszul találja a labdát, és érkezik Sztojics Gergely, és ezzel 2-0. Itt van bejött labdát Weber Zoli, vállal menti épp oda Balogh Balázs elé, aki tovább jöti valahogy a leső visszatérő Molnár Balázs elé, aki Horváth Bence mellett elmegy, az alapban onnan jól íveli át a hosszúra, és az érkező Sztojics Gergő fejeli be a gárdonyok harmadik gólját. Egy perccel az első játékrész vége előtt, mindez szinte a legrosszabbkor lehet azt mondani. Íme még egyszer a badás, száll át oda a hosszúra, és jól jön Sztojics Gergő, aki megszerzi csapat a harmadik találatát. A decemberi hidegben nem sok idő jut a taktikai megbeszélésre itt kint a pályaszélén, de ezt a kis időt mindkét edző kihasználja, Sülök Attila a Bicskek mestere és Szabó Zsolt a Gárdonyok edzője is, hogy néhány jó szóval biztassa játékosait. A három játékvezetőt is láttuk, Cserolant, Szabó Anta és Körnel Viktort, ők várják már, hogy leteljen a szünet és hogy elkezdődjön a második játékrész. Mindkét részről megvolt a taktikai értekezlet, itt pedig még egyszer a játékvezetők, és akkor jöhet a második játékrész összefoglaló. Szünet után az első támadás Gárdony vezette fel, Vadász Rihárd, aki a szünetbe állt be, indítja Erti Zsombort, érkezik Nyúl Levente, aki hazadja a labdát, de Simon rosszul rúg a labdába, majd jön Erti Zsombor, aki szabálytalankodott játékosunkkal. Egy cseles szabadrugás, amelynek a vége jól láthatóan gyengére sikerült. Jobb oldalon jönnek a Gárdonyok, ezúttal balról befutva érkezik Erti Zsombor, kapja is a labdát, de nagyon rosszul találja el, majd Weber az, hogy combjáról kipattan alapvonalon túlra. Ezt még egyszer megismétlem, bizony nem volt eső, nagyon jól megy el a szélen, a Gárdony játékos jól is veszi észre, hogy a játékos társa szabadon van, de bizony gyengére sikerült mindenféle részéről a labdakezés. Szöglet után visszakör a labda Balogh Benedek elé, aki egy labdakezés után ballal bead, majd de Vajda Márkó felszabadít, ezzel Német Leventét indítva, aki saját magát hosszan szökteti, de megy a labda után, Molnár Balázs a vendég védő, egy kicsit bepánikol, és hagyja magát eltaszítani a Bicske játékostól. Porvázsik Máté önfeláldozó becsúszással nagyon jó ütemben szerelt. Jobb oldalon vezetik a támadást a vendégek. Kesőce kifejli, pontod a Balogh Benedek elé, érkezik Benedek, és lövése, hát nem sokkal, de mellé szállt. Vajda cselezget, adja be, lövi be a labdát, és a kapus, az ellenfél kapusa pedig véd. Nagyszerű megoldás volt ez a Bicske játékos részéről, Vajda Márkótól. Nézzük meg ezt a jelenetet még egyszer, hogyan is volt. Bicskek próbálkoznak, Vajda Márkó révén jobbal kapura lő, de egy bravúros kapus védéssel Németh Szilárd kinyomja alapon túlra a lasztit. Bal oldalon Balogh Balázs fut el Horváth Bence mellett, még az alapon előtt bead, de a játékos társa nem találja el a lasztit. A vendégek tér felén egy nagyon csúnya jelenet zajlott le, haza játékos Müller Martin részéről, aki telibe találta Sincsonnál Molnár Balázs, de szerencsére semmi baja nem lett a vendégvédőnek. Elnézést is kér Müller Martin. Vajda Márkó továbbítása jó Jurkevics Dalinak, aki jó ütemben tolja tovább az érkező Vajdának, akinek lövése az oldal hálóban kötött ki. A másik oldalon Etli Zsombor ballal teszi vissza középre a labdát, földes mellett Hamrák Mihály visszateszi lövése Balogh Benedeknek, akinek a lövését Simon bravúrral védte. Itt van még egyszer ez a jelenet. Jó jön be a labda, Hamrák Mihály
szorongatott helyzetbe is vissza tudja tenni Balogh Benedeknek, akinek lövését bravúrral védte Simon. Baloldali szöglet után Balázs részéről Horváth Bence fejeli ki azt. Balról Takás Gergő ad be, amelyet Balogh Balázs kezel le, és egy pattanás után csúnyán fölé rúgja a lasztit. Edli Zsombor indítása jó Hamrák Mihálynak, aki ügyesen megtartja a labdát, még keszülsze sem tud szerelni, de düböl utána megy, és keményen oldalvonon túlra szerel. Ebből aztán óriási csetepaté következett. Hamrák Mihály 18-assal sem hagyja mindezt szó nélkül ezt a durvának látszó szerelést. Jött a játékvezető Cseroland, és mindkét játékos szóban utoljára figyelmeztette. Te oda tessék elé mindkét játékost, és ennyiben részesíti. És akkor egy újabb vendég támadása, jobb oldalon Nagy Tamás indítása jó, jó a badás is, de ezt a labdát könnyedén fogja Simon. Igen ám, de kezéből kicsúszik a labda, érkező Nagy Tamás elé, aki szemből érkezve nagyot lő, de Simon helyrehozva hibáját biztosan véd. Eddi Zsombor vezeti visszafelé a labdát, elveszíti, azt Müller tükkösen tovább teszi Webernek, aki bátran rávezeti a védelemre a labdát, hátulról Eddi gyötri, majd érkezik a jobb bek, aki csúnyán belerúg Weberbe, mindezt a 16-os vonalán tette ím a jelenet. Nagyon csúnya megmozdulás volt, de jogos a játékvezető ítélete. Szabad dugás csapatunk javára. Cserol. És akkor jön Keszőce Károly, nekifut és óriási gólt lő. Igaz, még beleért a kapus, de csak beljebb tudta tolni a lasztit 1-4. Óriás az öröm Keszőce Károlynak és a csapatnak is, hogy az ősz utolsó meccsén gólt tudtunk szerezni. No kérem, ennyi volt a Bicske Gárdony U19-es mérkőzés rövid összefoglalója, és most következzen az utolsó összeállítás a Bicske U17 és a Phoenix U17 bajnokiáról. Ezt a találkozót a 15. fordulóban játszották a csapatok a Bicskei Műfőn 2020. 12. hó 5-én. Bevonulás után csapatok, három játékvezető, Cseh Roland, Rózsa Ádám és Durec Balázs játékvezető. Balról a vendégcsapat, jobbról pedig a bicskeiek, tehát a Phoenix ellen játszunk, a két csapat kapitány térfél választását láttuk, és akkor jöhet összefoglalunk a találkozóról, hiszen itt is lesznek események, ez a műsorom utolsó összefoglalója. Már az első percben próbálkoztak a vendégek, íme, vendég mintegy 35 méteres lövéssel Lackovics Ádám jóvoltából Simon próbálja vetődve védeni, de róla szöglete pattan a labda. A beévelt labdát maga biztosan húzta le Simon. Itt pedig New Levente az, aki rosszul talált el a labdát, hiszen egy remek kirúgás után helyzetbe került, és jönnek a vendégek, újabb lehetőség harc a labda megszerzéséért. Visszakerül a labda, és egy, hát mondanám azt, hogy jó lövés, de csúnyán fölé lőtte Rubos Bence. Itt pedig Vázsonyi Levente próbálkozott jó 30-szor, de lövése fölé szállt. Ezúttal a másik oldalon Rubos játssza be a labdát Somodinak, ő tovább Galántai Tamásnak, aki óriási helyzetben felső lécet találta telibe. Nagy Martin szabadrugás után 16-oson belül leterítik New Leventét, a játékvezető sípja azonban néma maradt. Ellentámadásnál létszámfölényben a Phoenix, de túl hosszú ez az indítás. Hosszú volt és öt kapujából Simon. Jobboldali bedobás után Jurkiewicz szabadít föl. Nagyon kellett ez a felszabadítás. 23. percben Böhm Levente kapja a labdát, maga elé teszi, és mintegy 25 méterről balla kapura lő, amely csemeggel lehetne Simonnak, de a kapus, Bicskei kapus lányos zavarában bevédi azt. Igaz, a kapufa segítette a vendégeket a gólszerzésben. Ezzel 0-1 éme. Még egyszer lassítva egy ballábos lövés, könnyedén foghatná Simon, igen ám, de nem koncentrál kellőképpen, és így megvan az első vendégük. Balról újabb vendégakció, melynek végén egy kellemetlenül pattogós labdát lő kapura Galántai. Jari, gyere! Menj oda, Danika, szerezzünk labdát! Úgy van, na végre! Itt a védő csak szabálytalanul tud szerelni. Ezt a szabadrugást azonban nem Nagy Martin lövi, hanem Pintér Bálint szúrja rá. Éme jár a szabadrugás. Ezért a megmozdulásért, és jön Pintér, aki jócskán fölül lépte a labdát. A távolabbi szabadrugás már Nagy Martin lövi, de lövése egy picit mellé szállt. Jurkiewicz Dani már túljut Rubos Bencé, majd 20 méterről lő, de lövését védte Bosa István.
íme nagy lövés Jurkevicztől, de pont oda a kapus ölébe. És akkor jön nagy Martin, íveli be a labdát, és túl hosszú minden játékos nagy. Bal oldalon Nyúl István és Vörös Roland csap össze, másodszor Nyúl be tudja adni a labdát, amelybe kézzel ért bele a védő, de a játékvezető szerint ez nem 11-es. Íme még egyszer a jelenet lelassítva, a párharcból Nyúl került egy győztesen, és oda rárúgja jobb kezére a védőnek, de a játékvezető úgy ítélte, hogy mehet tovább a játék. És akkor valaki a cserepadról beszól a játékvezetőnek, ezért jön Rózsa Dávid, és sárgalapos figyelmeztetésben részesíti a Bicskek edzőjét, Pásztor Józsefet. Jobbról beévelt szöglet mindenki előtt elsont, Vázsonyit jó zárta ki a játékból a védő. Éme lehet látni, hogy nem engedi oda, bizony jól fedezte a védő Vázsony labdát. Jobb oldalon Somodi éramodik meg, Pintér nem ér hozzá, jó abadás, de Galántai Huszák Alex remek ütemben szereli. Nagy Marti mintegy 50 méteres szabadrugását öklözte ki a vendége kapusa. Böhm Levente visszacsere, jó a passz, jó Fejő Sándornak, aki ütközik két védővel, kipattanóra érkezik Somodi Levente, lövését Vázsonyi rúgja oldalra, majd Szigeti fejeli tovább vonalon túlra. Felező vonalról jó fejű passz a Hajduhoz, ő tovább Kis Rudolfhoz, aki bár 16-oson belül jár, Szigeti Gyula nem tud szerelni, a kapus mellett elővő, majd érkezik Nagy Martin és felszabadít. Baloldali szöglet után Somodi elvéti a labdát, majd jön Hajdu Zoltán, de lövését Vázsonyi rúgta ki. Jobbról Hajdu íveli be a labdát, azonban Lőrinc Álmos kezé érinti, ezért szabadulás kifelé. Itt pedig a mérkőzés játékvezetőit látjuk, Rózsa Ádám, Cseh Roland és Duresz Balázs Istvánt. A vendégek cserepadja, majd itt vannak a bicskelyek a taktikai megbeszélésen, és a játékvezetők pedig jelt adnak a másik félidőre, és jöhetnek a részletek a második félidőből. Milyen kezdték a másik félidőt, de már is Főnix és beadást láthatunk, Holló Rihárd, majd jön Böhm Levente beadása, és erre érkezik Simon Lajos kapusunk. Balról jó fejű beívelése, jó száll oda a bicskei öt és felesre, érkezik és fejel Holló Rihárd fölé. Egy jobb oldali szabadrugás után jó fejű passzol az érkező Holló Rihárd elé, aki órási helyzetben hosszú sarok mellé lőtt. Nagy Martin beívelését Vázsonyi nem találja el jól. Íme lehet látni még egyszer, csak megcsúsztatni tudja, de irány nem változtatott a labdáj. Itt az ismétlésben lehet látni, Vázsonyi rá is készül a fejesre, de csak megcsúsztatni tudta. Huszák felfejelt labdáját húzta le Simon Jófej Sándor elől. Balról érkező bádást Holló megelőzi Szigeti Gyulát, de felsét védi Simon. Jurkevic tovább csúsztató felsére Gyul érkezik, de nem találta Pintér, Jurkevic, majd újból Pintér, aki már hatoson belül a kapussal szemben, de érkezik Hajdu és szerel. Vindics Balogh Huba, majd Jurkevic gólhelyzetben, aki lövés helyett a cselt választja, és így oda a további lehetőség, de még érkezik Vindics Megtolt labdájára, Földes Martin, lövés azonban gyenge. Éme nagyszerű a Huba részéről ez a megoldás, Jurkevic visszacsele, jó, sokat csel, tovább tudja tenni a labdát, Vindics megtolja, és érkezik Földes Martin, akinek lövését véd az ellenfél kapusa. Másik oldalon szöglet után Holló Rihárdról került ki a labda kapu fölé. Felező vonalról egy jó indítás, Huszák felfelé magasba, majd Böhm ballábas lövése száll mellé és fölé. Újabb beívelés, jó fél részéről, de zicserben Hajdu rosszul rúg a labdába és lövése fölé száll. Nagy Martin lövése szintén fölé. Nyúl ellen Kutics szabálytalankodott, a megítélt szabad rúgást Jurkevics rúgta fölé. Itt pedig Rubos Bence fordul egy-két kört, majd 25 méterről lő, de túl hosszú labdája a játékostársnak. Ennél a kavalkádnál szabadrugást ítélt a játékvezető. Úgy látszik, hogy Nagy Martin kezét érintette a labda. Íme a jelenet, de szerencsére nem sérült meg senki. Jófejű 20 méteres lövés a védőkön megpattanva jutott Simonhoz. A 79. percben ezért a megmozdulásért 11-est ítélt a játékvezető. A büntetőt Jófejű Sándor lőtte a jobb felső sorokba, igaz kapusunk rajta volt, de védeni nem tudta a nagy erejű lövést. Jófejűnek ez össze már a 6. gólya, Mónak 3-at, Viaduknak, Újbudának és Bicskének rúgott egyet-egyet. Újból jönnek a piros mezes vendégek, Rubos Bence szinte végigvezeti az egész pályán labdát, már a 16-oson belül jár, de végére már ő is elfogyott.
gyenge az a lövése, mert biztos a védett Simon. Jó fejű még az oldalvonal előtt megszerzi a labdát, három védő túl van. Vázsonyi mellett is elmegy, végül is ballábas lövése mellé szállt. Ezúttal jobb oldalon Kis Rudolf játssza be a labdát, Rubos Bencek, mindenkin túljutva a beadás is jó, de holló lövését a gólvonalról vágja ki Huszák Alex. Nagy mentés volt Alex részéről. Jobb oldali szögletrugás után senki sem ér a labdába. Mindenki előtt elsuhant az. És jön egy másik jelenet, ugyancsak jobbról jön a szöglet, ebbe sem ér bele senki. A túloldalon még egy szép védés a Főnix háló őrétől. Ebben a pillanatban vége a játék. A műsoron végén tájékoztatom a kedves nézőket, hogy az elkövetkezendő hetekben összeállítás fog készíteni több részletben a Bicskei TC NB3 bajnoki mérkőzéséből, csak a gólokra és a nagy kihagyott helyzetekre tömörítve. Mára ennyi volt a Bicskei TC után mérkőzésein felvett videókészletünkből a rövid összeállításom. Műsoron végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és a 2020-as év vége alkalmából kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet. További szép napot kívánok mindannyiuknak. A viszonthallásra!